elindította a nemrégiben megnyílt Protokoll és Diplomácia című kiállításra épülő programsorozatát a Göcsei Múzeum. Első alkalommal az ünnepi öltözködés volt a központi téma. A szakember szólt a külső megjelenés írott és íratlan szabályairól, miközben górcső alá vette az otthoni, illetve az alkalmi viseleteket. A híradások egy része most adventi fényekről és szépen díszített örökzöldekről szól. A karácsony hangulatát azonban nagy mértékben meghatározza, hogy az emberek mikor és mit öltenek magukra. A tradíciók öröklődnek, ezért az sem mindegy, milyen példát látnak a legkisebbek. A mai fiataloknak azt szeretném ajánlani, hogyha eddig papucsba, meg melegítőbe üldögéltek az ünnepi asztalnál, most adják meg a tiszteletet az ünnep a karácsonynak, és vegyenek fel legalább egy szövetnadrágot ingel, a hölgyek, meg a gyerekek valami kis ünneplő ruhát, hogy ezt lássák, ezt lássa az utókor, és ezt vigyék maguk után tovább. A ház asszonya kosztüm helyett választhat klasszikus szabású ruhát hozzáillő cipővel. Az erősebb nem képviselői a családi asztalnál mellőzhetik a nyakkendőt, de hangversenyen és vendégségben nagyobb az elvárás. Ott már lehet, hogy zakót is kellene a férfiaknak viselniük, a hölgyeknek egy nagyon szép elegáns kis ruhácskát, a gyerekeket is ünneplőbe öltöztessük. Ez egy érdekes egyébként, mert rengeteg fiatal foglalkozik most, hogy viszi a gyereket karácsony előtt fotózásra. Na, azt a ruhát adják rá, amikor mennek vendégségbe, vagy leülnek az ünnepi asztalhoz. A többség úgy véli, a protokoll és a diplomácia távol áll a mindennapjaitól. Ugyanakkor az értékes műtárgyakból álló időszaki kiállítás anyaga megalapozza az ünnepváró sorozatot. Az adventi időszak ad ennek a témának egy különlegességet, egy külön aktualitást. Éppen ezért olyan előadás sorozat indítottunk el, hogy tudjanak az etikethez. A mi életünkben ugye az etikett van jelen, hiszen tudni illik, hogy mi illik, és az adventi időszakban ez fokozottan érvényes. Gondoljunk csak például egy céges partira, hogy mit illik oda fölvennünk, hogy ne legyünk túl, illetve alul öltözöttek. Jövő héten a karácsonyi teríték Egykor és Ma című programra várják az érdeklődőket. December elején gyermekek és felnőttek, muzeológusok, illetve dekoratőrök segítségével készíthetnek karácsonyi üdvözlőkártyákat.